az LHF-nél Mienko hét mérkőzése. Tomó Brenegen, az LHF riportere mai blogbejegyzését arra hegyezte ki, hogy nagy rajtunk a nyomás, hogy ismét itt vagyunk egy nagy siker kapujában. Igazolna ebbe, hogy éritek ezt ti meg belül? Nyilván persze tudjuk a két mérkőzésnek a fontosságát, ugye Lengyelország vagy nagyon jó hangulatú csarnok fog bennünket várni egy jó felkészített csapattal együtt, ugye a visszaplók személyében, illetve csapatában, úgyhogy tudjuk, hogy 100%-ot kell ahhoz produkálni, hogy nagyon nagy negatív meglepetés ne éljen, inkább szeretnénk pozitív meglepetést élni, és természetesen az elképzelésünk is az, hogy győzni szeretnénk ott. Említetted pont ezt a 100%-os koncentrációt a saját blogbejegyzésedben, akkor ezek szerint ez nem csak udvariaskodás volt, ahogy a riporter említette, hanem valóban komolyan veszitek ezt a meccset, és igenis fontosnak számít a számotokra, hogy ott is említetted az oroszlán torkába készültök, ezúttal most őket fogja egy elég szép számú szurkolótábor buzdítani. Általában azt szoktátok meg, hogy mögöttetek van egy ilyen szurkolótábor, milyen lesz most ez így? Nyilvánvalóan, tehát itt már rossz csapatok nincsenek, úgyhogy a 100%-os felkészülés azt gondolom, hogy elengedhető, de szerintem mindenkinél úgy van. Így van, úgyhogy amit említettem, valóban egy jó hangulatú meccs lesz, a fanatikus szurkolótábora van, akik várhatóan buzdítani fogják a csapatukat, úgyhogy nyilván ahhoz vagyunk itt hozzászokva a Veszprém Arénában, hogy mellettünk, illetve mögöttünk állnak a szurkolóink, hát most eltekintve attól jó néhány veszprémi szurkolótól, aki látogat Lengyelországban, nyilván többen lesznek a lengyel szurkolók, de ezzel is meg kell küzdeni, fel kell venni a versenyt, természetesen, hogy szeretnénk bizonyítani az adatokat. Hogyan készültetek a meccsre ezen a héten? Ahogy megtörtént a sorsolás, szerintem mindenki fejébe elkezdtek repkedni a gondolatok, hozomni a gondolatok a blokkal kapcsolatosan, természetesen az aktív felkészülés az ezen a héten. Kezdődött a héten egy kicsit fizikálisabb munkát végeztünk, az utóbbi idővel bejöttek a taktikai dolgok, illetve videóelemzések, azok után ugye ezeket lemodelleztük edzéseken, és így készülünk az első mérkőzésre. Mit gondolsz, mi lehet a kulcs a továbbjutáshoz? Egyértelmű, hogy a védekezésünk, tehát a mi védekezésünk, illetve támadásban az eladott labdáknak a száma, hogy ezt minimálisra kell csökkenteni, hogy ne tudjanak gyors leindításokat végezni. Hogyha ez a kettőt megoldjuk, akkor azt gondolom, hogy partban lehetünk a meccsen. Nem látom most a térdeden a térdvédődet, hogy van a lábad? Kicsit lejjebb van csúsztatva. Jaj. Igen, itt van rajtam, természetesen ez már ilyen prevenciós dolog igazából. Hála Istennek panaszom nincsen vele, fájdalom nincs, se edzésen, se mérkőzésen, úgyhogy abszolút nem gátol a munkában. Köszönöm szépen. Köszönöm.